24. fejezet. A fehér torony királynője. A nagy háború legfontosabb ütközetében egyetlen fűszál sem hajlott meg, egyetlen cseppér sem csordult ki, és egyetlen láb sem hagyta ott a nyomát Elán színén. A legendák összecsapása, amely megváltoztatta az emberi történelem menetét, észrevétlenül történt, a mélységben azok lába alatt, akiknek az életét örökre megváltoztatta. Brin könyve. Gifford nem tudta, mire számítson, miközben felment a kő lépcsőn. Még mindig nem tette túl magát a döbbeneten, hogy ugyanúgy képes kocogni, mint bárki más, mintha csak táncolna. Gifford mindig is szeretett volna táncolni. Sokszor ábrándozott arról, hogy megforgatja Rohant egy holdfényes tisztáson a sarló erdő közepén. Kettesben pörögtek volna, mint a Szent János bogarak, és a késő nyári kötpára elrejtette volna őket a világ szeme elől. A szikrázó, ragyogó csillagok alatt erős és biztos karjában tartotta volna a nőt, miközben Rohan engedi, hogy megcsókolja. Úgy képzelte, ez a pillanat tökéletes volna, de sohasem jött el. Persze Rohant tényleg megcsókolta. A karját nem mondhatta erősnek vagy biztosnak. Nem táncoltak, és se csillagok, se Szent János bogarak nem voltak. A csók, mint minden egyéb dolog Gifford életében, ügyetlenre sikerült, de a világ összes holdfényben úszó tisztására sem cserélte volna el azt a pillanatot, még az esetlenségével együtt sem. Ennek ellenére tovább reménykedett egy táncban, aztán elérte a lépcső tetejét. Először nem értette, mit is lát. Töredezett sziklamezőre érkeztek, amely a hólepel nélkül csak szürke sík volt. Tőle jobbra állt Ferrol fehér tornya, elég közel ahhoz, hogy a látványa fenyegetően hasson. A balján látta Mídeon várát, ami a távolság folytán kicsinek látszott. Közvetlenül előtte nagy kőhíd nyúlt át a semmi felett. A hosszú kőnyelv a túloldalon apró sziklaoszlophoz kapcsolódott, amolyan fura, vékony szikla újhoz, amelynek a tetején kicsiny, barlagnak kinéző üreg nyílt. Mindezt könnyedén felfogta Gifford, ami jó volt, mert ez alapján tájékozódhatott. Csak azt a sok mindent nem értette, amit ezen kívül látott. Egy hosszú szarvú bika suhant el a szeme előtt, amely bucskázva repült át a levegőn. Gifford el sem tudta képzelni, ki vagy mi hajíthatta el a feldődött állatot, de neki csapódott egy seregnyi ruhamozó törpnek, és elsodorta őket. Egy sötétbőrű, kopasz tagba szakadt, és mindössze néhány szegecses bőrszéba öltözött férfi lángoló kardot forgatott. A tüzes penge segítségével keresztül vágta magát egy Frey különítményen, amelynek tagjai próbáltak szétspriccelni az útjából. Egy óriás, talán ugyanaz, amelyik a bikát eldobta, kerekházméretű sziklatömbökkel dobálózott, a legsűrűbb tömegre célozva, ahonnan sikolyok törtek fel. Gifford nem tudta megmondani, melyik oldalon áll, mert a különböző rasszok teljesen összekeveredtek. Nem látott választóvonalat a seregek között, és hamar rájött, hogy nincs is ilyen. A köveket hajgáló óriást legalábbis szemlátomás nem érdekelte. Ekkor Gifford a bal kezével megragadta Rohan kezét, a jobbjával meg előrántotta a kardját. Hiába a tökéletesen működő lába és az egyenes háta, Gifford keveset tudott a harcról, sohasem vett leckéket kardforgatásból. Miért is pazarolta volna bárki az idejét arra, hogy megtanít harcolni egy nyomorékot? Csak annyit tudott, amennyit másoktól ellesett. A fegyver élesebbik oldalával az ellenség felé kell suhintani. Ezzel próbálkozott akkor is, amikor Rohant akarta kimenteni a bőgázlói csatából, és kudarcot vallott. Mint kiderült, karddal hadonászni nehezebb mutatvány, mint amilyennek kinéz. Gifford régóta irigyelte a többi embert, azokat, akik tudtak járni, bénalábukkal nem hagytak nyomot a homokban, és nem úgy beszéltek, hogy összeköpködték az előttük álló arcát. Ezeknek minden olyan könnyedén ment, hogy adottnak vették a dolgokat. Tudta, hogyha olyan lenne, mint ők, semmitől sem félne, semmi sem lenne akadály.
A repülő bikákkal és sikoltozó katonákkal teli csatamezőn két tökéletes lábán állva rájött, hogy tévedett. Továbbra is csak a nyomor égi Ford maradt, és az sem számított, hogy működik-e a lába, vagy sem. Végre ki tudta mondani Rohan nevét, de még mindig nem tudta megvédeni, sem emberektől, sem törpöktől, sem kardokkal rohangáló frejektől, bigákat haigáló óriásoktól, meg végképp nem. Galantiek támadása jobbról! Kiáltott fel Melen, aki átlátott a legtöbbjük feje fölött. Te kilorog, ellentámadás! Parancsolta Mideon király, és 16 zöld köpenybe öltözött, dupla kardot forgató harcos iramodott el az áttört hadsor irányába. Gát semmit sem tett azon kívül, hogy a hatfős csapat felé fordította a tenyerét, utasítva őket, hogy maradjanak, ahol vannak. Nem volt nagyra nőtt ember. Giffordot ez lepte meg a leginkább. Odeonik Gátot a kultúrájuk legnagyobb hősének tartották. Az első királyként egyesítette a törzseket, és meggyőzte őket, hogy keljenek át a tengeren egy ismeretlen világba. Sok mese szólt arról, hogyan küzdöttek meg ő és hőstársai tengeri szörnyekkel, sárkányokkal és goblinokkal, mielőtt megvetették volna a lábukat Rulinban. Unos untalan hallva a meséket, Gifford óriásnak, marconának és jóvágásúnak képzelte. Ez az Odeoni Gát azonban csak egy koszlott kutyára emlékeztette. Mindössze egy bőrszoknyát viselt, kócos fekete haja pedig nem csak a fejét, hanem a vállát, karját és lábát is beborította. A sűrű és összecsomósodott prémtől inkább nézett ki állatnak, mint embernek. Amikor izgatott lett, kivicsorította a fogát, amikor pedig feldühödött, morgott. Gát éppen a csarokba nézett végig a csata zűrzavarán. Körülöttük mindenütt az erőszak tengere tajtézott és robajlott, amelyet csak az emberek és a törpök fala tartott távol hatójuktól. Maroknyian átjutottak, de Melen egyik pörője menten agyon csapta, és Bran szekercéje kifektette őket. Ez a három legenda védte őket attól a néhánytól, akinek sikerült áttörni Mideon védvonalán. Fenelius is ott állt a közelben, tekintetét a kellemetlenkedőkön túl, a távolban tartva. Hogy mire figyelt, Gifford el sem tudta képzelni, de abban is biztos volt, hogy nem akarja igazán tudni. Csak Beatrice, aki velük együtt várakozott, abban a központi, nyugodt magban tűnt kiegyensúlyozottnak. Gifford többször is odalesett, és minden pillantással egyre jobban érezte magát. Tudja, hogy minden rendben lesz. Már látta. Jól van, indulás előtte, de nehogy megelőzzetek, parancsolta Gát. Mint a kötelességtudó gyerekek, ott csoszogtak az első kerág mögött, és lehajtották a fejüket, ahogy utasította őket. Nem sokára már olyan messzire kerültek a lépcsőtől, hogy nem is látták maguk mögött. A visszavonulás többé nem volt lehetséges. Most már mély vízben úsztak, a part elveszett szem elől, és a jövőjük irtózatos, előre nem látható veszedelmek közé vezetett. Nem hallhattok meg, ha már úgy is halottak vagytok, nyugtatta őket Moja. Ezt ne feledjétek. A tanácsnak segíteni kellett volna, de nem segített. Gifford érezte, hogy lélegeznie kell, és lépéseket tennie, hogy előrébb jusson, de attól is félt, hogy eltalálják, vagy lecsapják a fejét, vagy ugyanez megtörténik Rohannal. Lehet, hogy utána csak felkelnek és leporolják magukat, de a halál gondolata akkor is megrémítette. Hasonló aggodalmat érzett, mint egyesek a mélycsípéstől való félelmükben. A fullánk fáj, de nem a világ vége. Ennek ellenére sokan páni rettenettel menekülnek, amikor meghallják a döngicsélést. És egy fejetlen test mégis hogyan teszi vissza a fejét? Gát ismét megállította őket, és a következő pillanatban Mideon király jelent meg komor arckifejezéssel. Fenelius-hoz intézte a szavait. A királynő a hullámtörőket állította be, hogy védjék az átjárót. Hányat? Mindet. Mindet? Kérdezte a fény döbbenten. Az egész birodalma védtelen maradt. Miért tenne ilyet? Miért vállal ilyen őrült kockázatot? Kár, hogy nem tudtunk róla, szólt közbe Gát. Már rég a fehér tornyot fosztogathatnánk. Tudsz kezdeni valamit az óriásokkal? Kérdezte Mideon. Fenelius bólintott. Hívd vissza a hadaidat. A király
parancsot adott. Trombiták hallsantak, lobogók hullámzottak, a csapatok pedig visszakoztak. Mindeközben Gifford meglátta, hogy az utat tucatnyi összefogódzó óriás állja el. Nem szokványos gremmóriak voltak, hanem valami sokkal kezdetlegesebbek. Ahogyan a kerekházak a Frey otthonok egyszerű változatainak számítottak, ezek az óriások is primitívnek tűntek, még egy olyan fajon belül is, amely korántsem a kifinomultságáról volt híres. Mint a teremtőjük elfelejtette volna befejezni őket. Tompa képükön tátva maradt a száj, és buta szemükkel egyfolytában egymásra bámultak, igazolást keresve. Ugyanakkor nagyok, tömörek és ijesztőek is voltak, és válvetve 6 méter magas falat képeztek. Fenelius neki indult. Miközben lépdelt, a sziklatalaj egy része megemelkedett, hogy fentebb vigye. Közben méretben és ragyogásban is egyre inkább kiteljesedett. A köpönyegéből árnyékokat rejtő óriási palás lett, a két kezéből meg két fényes fákja. Csíkokat húztak a sötétségbe, ahogy körkörös vonalban mozgatta őket. Közöttük nagy, lila fényből idézett labda nyert alakot, és tágult egyre. Amit aztán a Frey szó nélkül elgurított, ahogy a labda a hullámtörők felé gördült, egyre dagadt. Gifford izgatottan nézte, mi történik majd, amikor eltalálja az óriások sorát, de mielőtt elérette volna őket, a nagy lila fény kialudt, mint a sohasem létezett volna. Ekkor jobbkész felől villámnyaláb cikázott végig a síkon, és minden megremegett. A löket elkapta Feneliuszt, csak nem. Gifford nem először volt szemtanúja varázslók összecsapásának. Rendel többi lakójával együtt, végignézte Arion és Grindal párbaját, de ami a való világban láthatatlan maradt, az Nifre birodalmában előtűnt. Épp mielőtt a nyaláb elérte volna Feneliuszt, egy ragyogó kék pajzs visszaverte. A pajzs egyszerűbb és fényesebb volt, mint amit Alberic készített, de épp olyan jó szolgálatot tett. A két Miralit harcát látva az ember megérthette Nifre és talán az egész fűre valódi természetét. Az erő a szellem akaraterejéből származott, a vágyakozásból, akár valaminek a birtoklására, akár magára a puszta létre vonatkozott. Ám az erő értelmes felhasználását korlátozta az, hogy mennyire ismerős volt a módja. Senkinek sem kellett járni, mozogni vagy kardot lengetni ahhoz, hogy megküzdjön a másikkal. Albericnek nem kellett képzeletbeli fémet kalapálni ahhoz, hogy páncélt készítsen, és páncélra sem volt szükséges senkinek. Hát mindenki csak így értette meg, miként érheti el azt, amire vágyik. Fenelius módszerei közelebb álltak a nyers erőhöz, mint a törp kovács mestersége. Ő a saját elhatározását kovácsolta pajzsá. Az élők világának művészete és az akarat hatalma a fűrében csaknem ugyanarra az alapelvre támaszkodott, csak hogy a fűrében a művészet olyanná vált, mint ha valaki festéket nélkül festene. A művészetek itt a puszta gondolattal dolgoztak a vásznon. Egy második villám is belecsapott a Fenelius kezében tartott pajzsba. A fényt a forrásáig követve Gifford ismerős, karikákkal megtűzdelt arcot látott. Grindel a saját emelvényén állt, és a hadsereg feje fölött lőtte fehéren izzó erőnyalábjait. Kiáltás harsant, és ellenséges csapatok rohamozták meg a néhai fényt. Ha bekerítik a védekezésre kényszerülő Freyt, akkor tőlük már nem tudja megvédeni magát. Oda, de tüstén! Ordította Mideon a Belgrik Lungrellián vezérnek, Kaldernek, aki jól felvértezett harcosaival elindult Fenelius felé. Bárj! Kiáltott Fenelius. Felemelt kezében, továbbra is a pajzsot tartva, amely megvilágította körülöttük a világot, a másik kezét újra és újra marokba szorította, mint ha valami gyúrna benne. Gifford nem látta, mi az, egészen addig, míg a fény el nem dobta. Sötét golyó lőtt ki a síkság fölött egyik emelvénytől a másikig. Grindel felkapta a saját fénypajzsát, de a sötét lövedék áthatolt rajta, és közben a pajzsot is kioltotta. Szemkápráztató fényrobbanás vakította el a bámészkodókat. Amikor ellobbant, Grindelnak nyoma veszett, és az emelvényének úgy szintén. Csak egy sekély kráter maradt a helyén. Addigra a seregek már a néhai fényt ostromolták.
Fenelius felmordult, és egy széles karlendítéssel hátravetette őket, de olyan erővel, ami az élők világában széllökés lett volna, itt azonban ezüst permet formájában keletkezett. Azta! Suttogta Rohan. Fenn, a hullámtörők! Kiáltott Mideon. Összeszorított fogakkal és villámló szemmel Fenelius kinyújtotta egyik kezét, és újabb lila fénylabdát lőtt. A golyó a már ismert módon felgyorsult, és óriásira nőtt. A sziklatömb méretű fénycsomó pattogva tartott az óriások felé, akik felkészültek a becsapódásra, szorosabbra fűzték összekulcsolt karjukat, és beledőltek az érkező lövedékbe. Amikor a fénylabda célba ért, semmi sem történt. A nagy gömbölyű tömb úgy szétpukkant, akár egy buborék. Ám ugyanebben a pillanatban Fenelius összecsapta a két tenyerét, és a föld három óriás alatt élesen megdőlt. Azok pedig hátraestek, és lecsúsztak az abisszoszba. A kart-kartba öltő óriások nem akarták elengedni társaikat, és magukkal rántották az egész láncot, amelynek tagjai sorban egymás után átzuhantak a peremen. A seregek a rohamot félbeszakítva odafordultak, és csak nézték, mert volt valami szörnyű lassúság ebben az elkerülhetetlen végzetben. Egyikük sem ordított fel, fegyver sem érte őket. Nagy erejű védfalukat az óriások maguk bontották le azzal, hogy nem voltak hajlandók elengedni egymás karját. Fenelius ötletesen és elegánsan földindulást varázsolt, és a csatamezőn mindenki megállt, hogy végignézze a kibontakozó tragédiát. Mire az utolsó három óriás is eldőlt, ostoba szemükben, hitetlenséggel, az ütközet egésze szünetelt. Gifford úgy vélte, a pillanatnyi csend a hullámtörők tiszteletére állt be. Kevesebb, mint egy percig tartott. Aztán a csatazaj visszatért, és Gát ismét mozgásra buzdította őket. A fehér torony olyan gyönyörűséges volt, mint a téli éjszakák, amikor a nagy hidegben repedezik a jég. Sem székek, sem párnák, sem prémek nem enyhítették a környezetet. Minden kemény volt, fehér és dermesztő. Sebek tényleg nem hazudott testnek arról, hogy a torony üres. A lépcsők és a folyosók némán ásítottak. Nem hallatszott más, kivéve Andvari, Tekcsin és Tess lépteinek visszhangzó kopogása. Miközben Tess minden erejét megfeszítve iszkolt, hogy minél előbb kiúthasson, senkit sem látott a saját tükörképén kívül. Csak nem az összes falat tükörszerűen fényesre csiszolták. Ne nézz a falakra! Kiáltotta Andvari, de elkésett. Tess önmagát látta. Nem a deres erdő hőseként, nem Tekilorként, hanem Duréaiként. Még annál is kevesebbként, egy sovány, mocskos és rémült Duréai kisfiúként. Tess megtorpant, hogy megbámulja önmagát. Tényleg ilyen szánalomra méltó vagyok? Ilyen kicsi? Valóban aprónak érezte magát, amióta csak belépett a fűrébe, ami ennek a nevelésekor tanították, hogy érezze magát. A tükörben azt látta, ami ennek önmagát tartotta. Azt a részt önmagából, amelytől nagy erőkkel próbált megszabadulni, de nem sikerült. Talán azért nem sikerül, mert tényleg ilyen vagyok. Most nincs hamis testem, amely elfedni az igazságot. A fűrében Gifford atléta, én meg ez vagyok. Ne bámult, hanem fuss! Szólt hátra Tekcsin. Tess egy kezet érzett a karján, és feleszmélt. Andvari rángatta tovább a fősón. Ez csak varázslat, magyarázta a törp. A valódi éned annak a metszete, ahogyan önmagadat látod, és ahogyan mások látnak. Az igazság ott van, ahol a kettő átfedésben él. Ez itt nem te vagy, hanem ahogy a királynő lát téged. Az ő falain, az ő szemén keresztül tekintesz önmagadra. Ez nem az igazság. De nem is hazugság. Egyfajta igazság, az ő igazsága. Tess kényszerítette magát, hogy elfordítsa a fejét, és a futásra figyeljen. Nem kis erőfeszítésébe került, ugyanis még mindig érezte a szörnyű terhet. Amint elérték a földszintet, megpillantottak két fekete-fehér vérbe öltözött katonát. Tehát mégsem annyira üres. Tess lelassított és meglepve nézte, ahogy Tekcsin odaint a katonáknak. Az egyik visszaintett. Egyik sem nézett Tessre, a szortos duréai fiúra. Jobb, ha siettek, a mókának lassan vége. Kiáltott oda Tekcsinnek az integető.
A királynő szabadon engedte Orrt. A Frey káromkodva kihúzott a főkapun. Tess követte. Senki sem állította meg, senki sem nézett rá, senkit sem érdekelt. A köves síkságon Tekcsin és Andvari többé nem kislekedtek a kedvéért, és Tess reménytelenül lemaradt. Tudta, merre kell mennie. Villámnyalábok pukkantak egy híd lábánál, amelyen túl semmi sem feküdt. Félt, hogy Tekcsin nélkül a királynő hadai felismerik benne a szökött rabot. Senki sem ismerte fel, még amikor katonák mellett rohantak el, azok sem méltatták egy pillantásnál többre. Talán csak egy szakadt ingű, éhező fiút látnak, aki senkire sem jelent fenyegetést. Egy repedéshez ért a völgyfenéken, a sok hasadék egyikéhez, amelyek nem voltak elég szélesek ahhoz, hogy hidat üssenek fölébük. Mások könnyedén átugrottak rajta, de ők nem léhegtek a kimerültségtől, és nem görnyedtek úgy, mint egy vénasszony. Ezúttal Brin nem volt itt, hogy átsegítse. Nem maradt más választása, nekifutásból átvetette magát, remélve, hogy ez is csak káprázat, a szikla egy gyűrődése. Nem az volt. Ennek ellenére csak nem sikerült az ugrás. A testének legnagyobb része elérte a túlpartot, a bal lába kivételével. A sípcsontja nekiverődött az éles kőperemnek. Hallotta, ahogy elpattan. Érezte, hogy a csont eltörik. A fájdalomtól felordítva elesett és az oldalára gördült, a kemény sziklán vergődve. A szeme könnyezett, a látása elhomályosodott. A lábából kiinduló fájdalom átjárta az egész testét. A lábszárát fogva érezte, ahol a törékeny csont átszúrta a bőrt. Ahogy az oldalán fekve reszkedett a kintől és félelemtől, széllökést érzékelt. Egy nagy árnyék borult fölébe, aztán tovalibbent. Egy hosszú árnyék két terebélyes szárnyal és egy masszív farokkal. Mideon király serege már csak nem a hídoszlopoknál járt, amelyek innen a távolból, a köves talajból kiálló ikerlandzsáknak tűntek. A képződmény jelezte a keskeny átkelő elejét. Böldülés hallatszott. Az is kész csoda volt, hogy Gifford hal bármit a csatazajon kívül. Az ütközet tombolása észvesztővé erősödött. Érezte ezt, ahogyan régen Elánt érezte a művészeten keresztül, de nem hitte, hogy nagy látnoki képesség kell ahhoz, hogy kiérezze a sürgetést a kardok és pajzsok egyre szaporább csattanásaiból és a keservesen viaskodó harcosok szaggatott kiáltásaiból. A végjátéknál tartottak, a végső összecsapásnál. A két háborúzó oldal teljes erejével vetette bele magát a küzdelembe, és Mideon csapatai nyerésre álltak. Lépésről lépésre nyomultak előre. Gát egyre közelebb hozta Beatrice-t és a hatot a híthoz. Egy apró fejű, pontszemű, agyaras szörnyszülött rohamozott tüskés buzogánnyal, de fél tucat láncsát forgató katona egyszerre döfte le. A királynő egyik törposztaga nyomult előre ékalakzatban, kalapácsokat forgatva szaggatták a védők gyűrűjét. Amikor Gifford meglátta őket, megértette, miként lehetséges, hogy a belgik lunglerianok annak idején olyan közel álltak a nyeréshez a Freyekkel vívott háborúban. A törpök kisebb célpontokat szemeltek ki maguknak, és olyan ütéseket ráztak le magukról, amelyek egy átlagembert porrá zúztak volna. Az utolsó katonáig egészen Gattig jutottak, aki a fenyőzugi Brannal egyetemben végzett velük. Addigra már elég közel jártak a híthoz, hogy Gifford láthassa, az átjáró nem egyszerűen keskeny, de olyan szűk is, hogy csak is libasorban haladhattak át rajta. Tresszára gondolt és félt, vajon sikerülhet-e neki. Ha ennyire meggyűlt a baja egy hasadékkal, hogyan fog átkelni egy gyilokjárón az Abyssos felett? Az őt körülvevő, iszonytató erőszak ellenére Gifford egyre csak arra tudott gondolni, hogy a harcnak nincsen csúcspontja. Valahogy többet várt. Már csak nem elérték a céljukat, és csupán néhány ellenfél maradt az útjukban. A komor figyelmeztetések nyomán messze, keservesebb küzdelemre készült. Rámosolygott Rohanra, a nő visszamosolygott. Minden arra mutatott, hogy sikerülni fog. Aztán megjelent a sárkány. Nem Suri alkotása, nem a művészet kivetülése, hanem egy valódi sárkány, vagy legalábbis egy elhújt példány. Addig a pillanatig Orr csupán egy mese volt, amit a kunyhók tűzhelye körül regéltek.
A sárkány az erő és a gonosz megtestesülése volt, a régi világ teremtménye. Orr végzett Odeoni Gattal, mire Gatt pajzsa Fenyőzugi Brán levágta a bestiát. Az őrzők nem ismertek ennél nagyszerűbb vagy nagyívűbb regét. Gatt éneke rendre előkerült a télidő ünnepén, és a hős haláláról szóló történet gyakran megrékadta az öregeket, és rémálmokat hozott a fiataloknak. Kisfiúként Gifford olyan ronda szörnyetegnek képzelte Ort, hogy sohasem tudta megjeleníteni a fejében. Számára csak szemek és árnyékok elmosódott kavalkádja volt. És bár Gifford nem tudhatta pontosan, milyen volt Orr valójában az életben, halálában iszonytatónak találta. A három összekötözött Gilarabriunnál is nagyobb szörnyetek sötét szárnya némán siklott a hadsereg fölött. Egy futó gondolat könnyedségével egyszerre csak felkapott 50 lelket a csatatérről, és játékos, macskaszerű kegyetlenséggel ejtette vissza őket ismét, majd leereszkedett a hídra. A melső és hátsó lábakkal, tüskés farokkal és fangnagyságú fogakkal felruházott bestia felágaskodott, és gúnytól, rossz indulattól izzó szemmel nézett le rájuk. A királynő megtébolyodott, kiáltott Fenelius, miközben hitetlenkedve merett a sárkányra. Kiürítette a házát, de miért? A néhai fény megpördült, és hátra nézett hatójukra. A zavar lassan gyanakvásnak adott utat, ahogy a pillantása megtalálta Beatrice-t. Fenn, szólt oda izgatottan Mideon. Orral nem tudok megverekedni, kiáltott vissza a nő. Ez a teremtmény. Nem fejezte be a gondolatot, de a szemében kudarc és félelem fénye lángolt fel. Gifford úgy sejtette, tapasztalatból beszél. Meg kell idézned a gólemet! A király szeme elsötétült, és az ajkát dühösen összeszorította. Ez az egyetlen megoldás, biztosította róla Fenelius. Mi ez a gólem? Kérdezte Brin. Régi varázslat, magyarázta Beatrice. Azokból az időkből, amikor a népünk közelebb ért a kőhöz. A nagy erejű belgik lunglerianok magukhoz tudták hívni a talajt, hogy az ő oldalukon harcoljon. Egyszer az apám is megcselekedte a nagy háború vége felé. Nitnél kőgólemet hívott életre, amely ellenállt Feneliusnak, miközben a népünk nagyobbik része elmenekülhetett Drumindorba. Apám csak nem belehalt. A sárkány meglengette a szárnyát, a földre döntve a hozzá legközelebb állókat, aztán felkacagott. A borzalmas hangban semmi sem emlékeztetett nevetésre, de Gifford kiérezte az örömet a rikoltásból, amely leginkább egy csapdában vergődő, 30 méteres nyúl sivításához hasonlított. Csináld! Kiáltott Mideonra Fenelius. Csináld, vagy mindennek vége! Orr teleszívta roppant idejét levegővel. Az áldóját! Fenelius megvetette a lábát és széttárta a karját. Lángok csapódtak ki, és elnyelték mindnyájukat. Gifford lélegzete elakadt. A férfi megtántorodott és hátraesett. Az egész világ eltűnt, egész Nifrel elveszett a tűzfürdő mögött. Látta, ahogyan a lángok feltörnek és átbuknak a fejük fölött, mint a valami átlátszó üveg tartaná el pár méternyi távolságban a színek olajos kavalkádjában játszó nyaldosó lángnyelveket. Hőség. Úgy érezte magát, mint a túl közel állna egy mágiához, de ez a hő most hullámokban gördült végig rajtuk. Fenelius széttárt ujjakkal, remegő kézzel sikoltozott az erőfeszítéstől. Végül a sárkányból kifogyott a szusz. A tűz kialudt, és a fény összeesett. A sárkány ismét felkacagott. Milyen édes gyümölcs, mondta Orr olyan hangon, amit Gifford nem is annyira hallott, mint inkább a rezgésből értett. És ó, minő lakoma! Moja felemelte az íját. Beatrice megérintette a kezét, és a fejét rázta. Bágy, még ne! Ekkor történt, hogy a föld felhorgott. Fősiketítő recsenések és pukkanások jelezték az éles kőszilánkok jöttét, amelyek kinőttek a völgy sziklatalajából. Összeforradtak és felálltak. Egy kolosszális emberformává alakuló, sötét sziklaszírt nézett farkas szemet a sárkánnyal, aki óvakodva szemlélte a fejleményeket. Vissza! Hátráljatok! Kiáltotta Beatrice, és elhessegette őket, hogy utat adjon a gólemnek a sárkányhoz. Takarítsd el az útból azt a bestiát! Parancsolta Mideon király,
de a hangja alig volt több suttogásnál. Tisztítsd meg a hidat! Gifford nem látta az első összecsapást, mert mindenki mással együtt hanyatt-homlok azon igyekezett, hogy távol kerüljön és átadja a terepet a gigászi küzdőfeleknek. Nem is kellett látnia. A becsapódás ereje önmagáért beszélt. A föld felugrott, a sárkány felordított, és mennydörgésszerű rovajvíz hangzott. Mind Gifford, mind Rohan, akinek a kezét még mindig szorította a férje, elterültek a földön, amely egy kifeszített sátorpontba rugalmasságával ugrált és rászkódott. Beatrice összeterelte őket, és lehajtották a fejüket. Maradjatok itt! Megfordult, hogy szemmel tarthassa a két harcoló behemótot. Készüljetek a futásra! Gifford hátra nézett, és két sötét hegyet látott, amelyek kitakarták a gyérfényt. Az egyik megtántorodott. Brin sikoltott fel elsőnek, de nem egyedül, amikor a kőóriás megragadta a sárkányt és húzni kezdte, miközben tett egy lépést feléjük. Az egyik masszív kőláb alig karnyújtásnyira csapódott a földbe. A talaj ugrott egyet, és ők mind a hatan felrepültek a levegőbe. Most! Futás! Kiáltotta Beatrice. Át a hídon! Gyerünk! Moja útnak indította őket. Előre ment, egyenesen a hidat megcélozva. Ha nem tette volna, Gifford nem hitte, hogy bármelyikük is megmozdul. A gólemnek sikerült lebirkóznia Ort a híd főről, és az út szabaddá vált. Nem is annyira út, inkább csak ablak. A sárkány nem igazán örült, hogy félre rántották, és oszlop méretű lábai ott táncoltak az ösvényen az utazók és a híd között. Gifford erősen fogta Rohant, talán túlságosan is, de a nő nem panaszkodott. Valószínűleg nem is érezte, ahogy Gifford sem érezte a talajt a lába alatt, amelyen átiramodott. Az összeakaszkodva táncoló óriások ellenére a csata lendülete visszatért, amikor az ellenség megneszelte a versenyfutást a célig. Halott galantiak vívtak elhunyt tekilorokkal. Vasba öltözött törp harcosok csaptak össze bronzzal borított frejekkel, és prémeket viselő lándzsások verekedtek bőrbe öltözött kardvívókkal. Dárdák repültek, gerelyek záporoztak, lábak dübörögtek. Pajzsok csattogtak, ahogy Mideon utolsó védői visszatartották a mindent elárasztó hullámot. Amint közelebb értek a híthoz, Gifford látta, hogy Gat elbukik. Ezúttal nem Orr lett a veszte, hanem a puszta létszámbeli fölény. Bran derekosan küzdött az oldalán, de aztán ő is elesett a sorjázó csapások alatt. Csak Melen maradt. A hatalmas termetű férfi előre lökte őket fel a hídra, és elfoglalta helyét a hídfőn, hogy megállítsa mindazokat, akik üldözőbe vennék a csapatot. Elérték a hidat. A király is beállt Melen mellé a híd nyílásához, nagy fejszéjével kaszabolva az özönével érkezőket. Fenelius, aki újra talpon volt, Atella mellett vetette meg a lábát. A négy hős falat képezett ott, ahol egykor a hullámtörők álltak, miközben a gólem tovább viaskodott a sárkánnyal. Gifford látta, hogy az Abyssoson átívelő híd, az Alicentbe vezető ösvény szabad. Látta a túloldalon a barlangot, a sötét nyílást, amely úgy sejtette a kapuhoz, Nifrel kijáratához visz. Aztán, ahogy megtette az első lépést előre, Rohant kitépték a kezéből, és felrántották a magasba. Nem törött, nem törött, ismételgette a fejében Tess. Amikor Esebb segített, hangosan mondta. A lábam nem lehet törött, nincs is lábam. Senki sem hallotta, még ő maga sem. Érezte a lüktető, szétsugárzó fájdalmat, amely a térde alól robbant ki. Felhúzta magát, először a könyökére, majd a tenyerére támaszkodva. Végül kúszott. Nem, törött lábát maga után húzta, azt, amelyet egészen egyértelműen töröttnek érzett. Mit számít bármi is? Kecmergése közben rálátott a csatára. Olyan szívfájdítóan közel járt. A királynő magaslatra építette a tornyát, egy nagy szikladomra, amelyet bizonyára szintén a semmiből hozott létre. Az egész palasíkság az ő szobra volt, a világ sziklagyökerére tapasztott gyurma alkotás. Nem sokkal messzebb, odalent, a sárkány éppen leszállt a híd elé. Brint sehol sem látta, egyetlen szemét sem látott. Ezrek csörömpöltek és kavarogtak, mint egyetlen hatalmas, sokfejű bestia. Arcvonalak alakultak és morzsolódtak szét,
Előrenyomulások és visszavonulások hullámzottak, csomók és áramlatok oldódtak fel az űrzavarban. A sárkány megváltoztatta mindezt. A hozzá legközelebb esők visszarettentek. A csatározás folytatódott a széleken, de középen most már mindenki a szörnyetegre figyelt. Nem is kellett hozzá sok, hogy kiderüljön, miért. Tűz csapott ki a pofájából, aztán a jobbra-balra kaszáló lángzóatag mindent elborított. Brin is ott van abba a... Tess fellökte magát az egyetlen jó lábára, hogy jobban lásson. Összerándult az arca, amikor megérezte a nem törött lábát, de nem törődött vele. Mi lesz most? A királynő elveszi a kulcsot, és aztán én tovább létezem itt, Brin pedig relbe kerül? Nem tudta, hogyan működik a dolog. Talán a kedvese fegyveres kísérettel tér vissza a másik világba, vagy egyszerűen csak eltűnik, kiszívja valami ebből a birodalomból, és megkapja jogos jutalmát. Mindegy, hogyan történik, azt bizonyosra vette, hogy Brin el fog kerülni innen. Elveszítettem. Fájdalmat érzett. Nem a lábában, hanem valami döfést a szívében. Olyannyira testi, olyannyira valóságos volt, hogy a melkasához kapott. Azt várta, gerejt, vagy talán nyilvesszőt talál, de semmi sem volt ott, sem fegyver, sem seb. És egyedül állt a síkon. Tess akkor értette meg, hogy az árnyak a hús gúnyája nélkül mindössze csupasz idegcsomók. A szeretet, gyűlölet, félelem, öröm, ezek voltak Nifrel vas és acélpengéi, a bánkódás pedig a fuldoklás egyformája. Semmit sem hozol helyre, csak még több dolgot elrontasz, amit aztán te jobbnak tartasz. És nem megszabadítod a világot egy szörnyetektől, hanem elfoglalod a helyét, mondta neki Brin. És ismét ráíte szavai. Nevelj gyermekeket, és élj boldog életet valami biztonságos és zöldellő helyen. Brin kapva kapott volna a lehetőségen, hogy családot alapíthat valahol, talán rendben. Tess tudta, hogy ő is rávehette volna magát. Otthon teremthettek volna valahol. Brin ülhetett volna a rokkánál, míg ő odakint fát hasogat a tűzhöz, ahelyett, hogy ezt a tüzet bámulná, amely szénné égeti az egyetlen valakit, akit... Ha elengedlek, sohasem látlak többé. Dehogy nem látsz, hanem ebben az életben, majd a következőben. A fájdalom olyan élesen mart a melkasába, hogy felhördült, és a keze ökölbe szorult. Ha lehetne egyetlen kívánságom, az lenne, hogy bárcsak aznap te is meghaltál volna velünk. Ha így történt volna, még mindig közénk tartoznál. Így most az övé leszel. Mintha a szülei nem is akarták volna, hogy igazságot tegyen, és megbosszulja a halálukat. A tűz kihunyt. A híd előtt és a lángtengerben a tömeg szétszóródott. Néhányan megégtek, a többi elmenekült. A híd előtti terület üresen állt. A közepén, a sárkány előtt kis csoport vesztegelt, nem több, mint 10-12 ember. Ő az ott? Ő is köztük van? Testben felé lett a remény. A kín a melkosában másféle fájdalommá alakult, a lábában elhalványult. Anélkül, hogy végig gondolta volna, Tess már mozgásban is volt. Futott lefelé a lépcsőn, lándzsásokat, szekercéseket, törpöket és elfeket kerülgetve. Köveken, repedéseken és hasadékokon szökkelt át, miközben a szemét erőltette, hogy rajta tarthassa a sárkány lába előtt állókon, akiknek sikerült túlélni a tüzet. Ők kell, hogy legyenek, ő lesz az! Gyorsabban futott, száguldott lefelé a dombról. A terhet továbbra is vitte, de a fájó válláról áttette a friss másikra. Éppen akkor ért be a királynő légióinak sorába, amikor a tömeg tátott szájjal elhátrált. Nem rajta csodálkoztak annyira, a völgy talajának egy része egyszerűen felkanyarodott. Test már semmi sem tudta meglepni, és miközben a kőóriás birokra kelt a sárkánnyal, ő továbbra is arra figyelt, hogy átnyomakodjon a tömegen. Kerülgette a katonákat, kihasznált minden rést és nyílást a sokasságban, és olykor a könyökével taszította odébb őket, ha más megoldás nem maradt. Nem akarta felhívni magára a figyelmet, de át kellett jutnia. A sziklaóriás megragadta és lerángatta a sárkányt a hídról, félrehúzva a pikkelyes behemótot. Tess elég közel járt már, hogy lássa, hogy a kis csapat küszködik, hogy elérje a hidat. Abban a pillanatban a remény meghalt. Nem ők azok, nem Brin.
Pompázatos és ragyogó vértezetbe öltözött felséges hőseket látott. A páncéljuk ragyogott az erőtől. Nagyok voltak és erősek, lenyűgözők. A csapat közepén állt a legfényesebb mint közül, egy vakító fényoszlop káprázatos páncélruhában. Most, futás! Kiáltott közülük valaki. Át a hídon, gyerünk! A hősök közül hatan futásnak eredtek lögdösödő vonalban, és vadul kerülgették a sárkány lábait és a kőóriást, aki sakban tartotta az ellenséges hadsereget. A legfényesebb harcos volt egyben a legfürgébb, a leggyorsabb futó, akit valaha látott. Talán csak egy valaki érhetett fel hozzá. Brin! Tess tovább tülekedett. A királynő élvonala mögött járt, akik most mind mozdulatlanul álltak. Vállával átnyomakodott a soraikon, de a szemét egy pillanatra sem vette le a vérbe öltözött iramodó fénycsíkról. Brin mindenkinél hamarabb érte el a hidat, és csak ment tovább. Olyan sebesen száguldott, hogy már a híd közepén járt, mielőtt hátralesve rájött volna, hogy egyedül van. Megállt, és várt a többiekre. Tess egy pillanatra szem elől veszített minden történést, mert elérte a hadsorok legsűrűbb részét. Közel sem mondhatta magát a legmagasabbnak, és a vállak és fejek erdeje elzárta a kilátást. Folytatta a lögdösődést. A körülötte állók a nevükön szólították egymást, és Tess rájött, hogy ezeknek a harcosoknak, akik számtalan ütközetben kipróbálták már magukat, Nifrel egy kis falunak számít. Nem ismerték őt, de abban a pillanatban nem törődtek vele. Négy védő tartotta derekosan a hídfő állását, egy óriás nő tört koronával és masszív fejszével, egy bozontos vadember rövid karddal és pajzsal, egy másik tagba szakadt figura két pörőjel a markában, és a Frey, Fén, Fenelius. Ezek négyen már egy sövényre való levágott testet halmoztak fel, és senki sem sietett, hogy kiálljon ellenük, így Tess szabadabban haladhatott. Néhányan, a legközelebb álló, még előrébb is lökték a csetepatéba, amelyből immár nem kértek. Amikor az óriás törp szekercéjének egyetlen súintása három katonát is elsodort, Tess végre áttört. Elfoglalta helyét az arcvonalban, válvetve Ferrol legbátrabjaival, akik éppen azon ügyködtek, hogyan tudnák leverni a lábukról a híd bejáratát őrzőket. Tess azt remélte, Fenelius majd felismeri, de a Frey másfelé nézett. Fenelius! A Tess mögött álló fickó lökött egyet rajta, és betaszította a mészárszékre. Tess így hát várta a sorát, hogy újra meghalljon. A törk király feléje súhintott. Nem volt visszaút. A kardjai mélyen az övében ültek, úgyhogy Tess mindössze annyit tehetett, hogy összerándult arccal várta a roppan méretű, feléje súgó fejszét. Fenn! Kiáltott fel dühötten a törp, amikor fegyvere megdermett és megállt a levegőben. Bocsáss meg! Szólt vissza Fenelius kinyújtott kézzel, összecsípett ujjakkal. Ez itt nem ellenség, hozzájuk tartozik. Fejével a híd irányába intett, amerre a többiek eltűntek. Mielőtt Tess válaszolhatott volna, a pörölyös nagy ember megragadta és átemelte a védfalukon, aztán úgy hajította a hídra, mint egy zsák gyapjút. Tess végigcsúszott a kövön, majd a gurulásból éppen azelőtt tudott lefékezni, hogy lehullott volna az abisszoszba. Üdvözöllek a fedélzeten, fiam! Kiáltott utána a király, aztán folytatta a kaszabolást, kettévágva egy rohamozó Freyt. A törp király hautázott, de Tess látta, hogy veríték gyöngyözik a homlokán, és fáradtság ül a szemében. Visszanézve, észrevette a tömegben ragadt tekcsint. Siess! Rikkantott neki. Menj csak! Intette Galanti. Majd utolérlek. Arra! Szólt oda a szép, fiatal, fehérhajú törp nő Tessnek. Át a hídon, siess, kifutunk az időből. Ezek az utolsó szavak értetlen módon aggasztották, miközben a hídon iszkolt. Kifutunk az időből? Milyen időből? A többiek egyáltalán nem hasonlítottak önmagukra, de tekcsint kivéve mind ott voltak. Brin haladt legelől, Moya Gifford közelében, aki meg Rohan kezét fogta. Utánuk eső következett, és mint mindig, Tressa maradt utolsónak. A híd szabadon állt, a hosszú és lapos kőnyelv, amelyről Tess csak most vette észre, hogy természetes szikla, nem pedig a szürke pala vagy a durva kő, amelyet a gerincen találtak. Brinen túl a híd másik végén egy barlang sötét nyílását vélte felfedezni. A kapunak abban kellett lennie.
Brin már elérte volna, ha nem áll meg. Sikerülni fog. Senki sem figyelt fel a bankorokra, csak amikor már túl késő volt. Moja! Beatrice kiáltott, így Brin megállt, megfordult, és rájött, hogy mindenkit lehagyott. Ekkor ragadták meg a bankorok Roant és Giffordot. Beatrice a hídfőnél állt, még a lábujját sem tette a hídra, habár a társaság többi tagja mind teljes erőből futott. Most, Moja, most! Kiáltotta Beatrice. Az íjász, aki csak nem utolérte Brint, háttal volt a támadásnak. Nem látta a lecsapó bankorokat, ám a hercegnő hangjára már azelőtt kihúzta az íját, hogy körbefordult volna. Aztán, miközben futott tovább, meglőtte és eltalálta a Giffordba kapaszkodó bankort. A szárnyas bestia szétpukkant. A férfi vagy 4 métert zuhant a híd kövezetére. A második nyíl egy szempillantással később telibe kapta a Roant elragadó bankort. Szinte hihetetlen, de az elképesztő lövés elkerülte Roant, még úgy is, hogy eltalálta a Moja barátját elrabló szörnyeteget. A bankor, a föld és kavics felhőjévé változott, de Roant magasabban és messzebb járt. Túl magasan és túl messze, így elvétette a hidat. Mivel nem volt szüksége lélegzetvételre, Roant sikolya hosszan elnyújtva hangzott fel, miközben aláhult az abüsszozva. Végül a távolsággal a siko is elhalkult, és kísértetiesen messziről vízhangzott. Ne! Kiáltott fel Brin döbbenetében. Gifford talpra állt, és teljes erejéből a híd pereme felé vette az irányt. Le is ugrott volna, ha eső nem birkózza le a kőre. Együtt estek a híd szélére. Újabb bankor csapott le, ezúttal Tresszára, aki messze lemaradt a többiektől. Moja még mindig a peremen áthajolva erőltette a szemét, kétségkívül azért, hát ha megpillantja Roant. Moja, Tressa! Kiáltott fel Brin, és a híd vége felé mutatott, de elhallgatott, amikor a bankor anélkül pukkant szét, hogy hozzáérhetett volna a nőhöz. 2 villanó kard jelent meg a levegőben, és aki forgatta őket, Tess! Sikoltott fel a lány. Mielőtt azonban a fiatalember válaszolhatott vagy ránézhetett volna, hangos robbanás rázta meg a világot. Olyan robaj hallatszott, mint amikor a közvetlen közelben csap be egy villám, és Tess éppen időben pördült meg ahhoz, hogy lássa, amint a gólem szétrobban. Szikladarabok repültek minden irányba, és lezúgva agyonvertek sok, még mindig viaskodó harcost. A lárma nyomában olyan csend következett, amilyet Tess még sohasem tapasztalt. A csatározás abba maradt. Senki sem moccant, és senki sem szólt. A bankorok félbehagyták a támadást, és némán köröztek. A sötétségből ekkor fény tört elő, ismerős fény, és a harcosok sorról sorra letérdeltek. A királynő, szólt elképedve Fenelius, Ferrol személyesen jött el a csatamezőre. Hirtelen támadt csodálkozással nézett Tessre. Mégis kik vagytok ti? Ők az enyémek, jelentette ki Ferrol. Tess most látta először tisztán. A magas és sovány alak sáskaszerűnek tűnt köpönyegébe és éteri fehér köntösébe burkolózva. 2 begörbített tenyerét összetette maga előtt. Megvolt a szórakozásotok, vége a játéknak. A zsákmányomat akarom, és mindenki érdekében őszintén remélem, hogy nem annál a szerencsétlenül járt lánynál van, aki lepottyant. A királynő nem sietett. Kecsesen odalépkedett a híd bejáratához, ahol a törp király már féltérdre ereszkedett, de nem ám tiszteletből. A gólem elpusztítása visszahatott rá, és szemlátomást halálos sebet kapott. Jó estét, Mideon! Édes kis játékszert alkottál. Vajon milyen árod? Remélem nem került nagy áldozatba. Félre az utamból! A király, a 2 harcos és Fenelius félretántorogtak, utat engedve a királynőnek a híthoz. Ferrol a háta mögé pillantott. Orr, légy olyan kedves, és fald fel mindazokat, akik menekülni merészelnek. A sárkány nagy szárnyaival csapkodva felröppent. Mindenki nézte, ahogy odafent köröz, aztán egy sólyom kecsességével leereszkedik a kőtűre, éppen a kapu barlang nyílása előtt. A királynő kilépett a híd puszta kövére. Azt javaslom, hogy gyertek vissza, mielőtt Orr rábeszéli magát egy kóstolóra az amatosnak ígérkező lelketekből.
Azoknak, akik még újak a birodalomban, hadd magyarázzam meg, ahogy az Abyssoszba hullottakat sem látjuk soha többé, az ő általa felfalt lelkek is ilyen sorsra jutnak. Látványosan kitekintett a mélybe, és a fejét csóválta. Elég mély, senki sem tudja valójában, véget ére valahol. Tett még egy lépést. Nekem csak a kulcs kell. Az, akinél rejtőzik, szépen sétáljon vissza, adja át, és végeztünk is. Senki másnak nem kell lezuhannia, senkinek sem kell a sárkány torkában végeznie. Értjük egymást? Elhallgatott, de egy bukkanásnyi választ sem kapott. Annak ellenére, amit gondoltok rólam, nem vagyok gonosz. Nem származik örömöm abból, ha bántok valakit. Nem élvezem, ha lerombolhatom a szépséget. Egyszer a világ legszebb városának hőszeretett vezetője voltam. Egy hős, az első, aki szembeszállt a valódi gonosszal. Az első, aki ellenállt, mert úgy hitte, kell lennie egy jobb megoldásnak, mint hogy aláveti magát a gonoszság hívó szavának. Felemelt kézzel védtem a gyengéket, és dacoltam egy szörnyeteggel, és nem voltam egyedül. Megpördült. Ez a sok népség, mind az én leszármazottam, az enyém és Drom fivéremé és Marie húgomé, akik mellém álltak a nagy lázadásban. Ti, mutatott rájuk, ti is a családom vagytok, és én eszerint fogok bánni veletek, mert van egy közös ellenségünk, aki Elán színét járja, és bezárva tart minket. Hozzátok ide nekem a kulcsot, és segítsetek helyrehozni egy eónokkal ezelőtt esett sérelmet. Senki sem moccant. A királynő várt, de nem sokáig. A türelem nem tartozott az erényei közé. Hozzátok őket, parancsolta, és a bankorok ismét széttárták a szárnyukat. Moja azonnal tüzelni kezdett, amint meglátta az elsőt, és riasztó sebességgel és pontossággal nyilazott tovább. De még ügyessége és eltökéltsége sem ért fel, a királynő küldötte rajjal. Esőért, Brinért, Mojáért és Giffordért mentek, Tresszát és Tresszt nem bolygatták. A királynő tudta, hogy nincs náluk a kincs, amit keres. Eső leterített egyet, de további kettő tartott feléje. Brinnel nem gyűlt meg a vajuk. Az egyik elkapta, és felszállt vele. Mojának, aki derekosan küzdött, hogy elijessze magától a bestiákat, csak egy gyors lövésre volt ideje, ami átütötte a Brint foglyul ejtő bankort. Tess felkiáltott, amikor a lány a híd peremére húlt vissza. Keményen neki koppant, végigcsúszott a kövön, és úgy nézett ki, hogy le is esik róla. Csodával határos módon sikerült elkapnia a peremet, még úgy is, hogy a lába lecsúszott. Tess mindössze az ujjait látta. Tess! Sikoltott fel Brin, és az ujjai egyre lejjebb csúsztak. A fiatalember a kardjait eldobva, hanyat homlok futott hozzá, fejjel előre ugrott érte, de még mielőtt elérte volna, Brin ujjai eltűntek. Hallotta a sikolyt, azt az elnyújtott, véget nem érő jajveszékelést. A peremhez húzta magát és lenézett. Továbbra is hallotta Brint a távolból, de a lány már eltűnt a feketességben. Rohanhoz hasonlóan Brin is odaveszett. Nem! Kiáltott fel a királynő. Kerüljetek a híd alá! Senki más nem zuhanhat le! Tess csak meresztette a szemét abba a véget nem érő, sötét, üres semmibe, amely elnyelte Brint. Az élméje próbálta felfogni, ami történt, de nem volt rá hajlandó. Ez a két gondolat küzdött egymással az elsőbségért, miközben ott feküdt, és az Abyssoszba, a lehetetlenbe bámult. Eltűnt. Hogy lehetséges ez? Mire felnézett, Moját és Esőt elragadták a bankorok, és rajta kívül csak Tressa és Gifford maradt a hídon. A fazekas 5 bankort pusztított el, mire egynek sikerült megragadnia a kardforgató kezét, és felemelnie a hídról, aztán elrepülnie zsákmányával a királynő felé. Gifford a mélység fölött járt, amikor a kardját a másik kezébe vette, és felfelé csapott vele. Az 5 tartó bankor szétvetődött, és a férfi aláhult. Egy újabb bankor csapott le hirtelen, hogy félúton elkapja. Gifford lefelé fordította a fejét, és egyenesen tartotta a kardját, emberi láncsát képezve magából. A második szárnyas lény is földrögökké esett szét, amint összetalálkozott a fegyverrel. Fogjátok meg! Fogjátok meg! Rikoltotta a királynő. Újabb 2 bankor próbálkozott, Gifford szétvágta őket. Aztán ő is eltűnt a mélyben. Tess! Suttogta Tressa. Térdre esett a férfi mellett.
Tess, nem hagyhatjuk, hogy elvegye. A híd végébe pillantott, ahol a sárkány őket figyelte. Le fogok ugrani. Tess szemébe beleégett, ahogyan Brin apró ujjai eltűnnek. Ha elengedlek, sohasem látlak többé. Dehogy nem látsz, ha nem ebben az életben, majd a következőben. Tressa úgy kúszott a perem felé, mint ha egy sziklatömböt cipelne a hátán. A bankorok úgyis elkapnak. Test is meglepte saját nyugodt hangja. A híd szélére nézett, ahol Brin függött. Akkor segíts nekem, Tess, könyörgött Tressa. Kérlek. Nem tudok. A kövön fekve Tess zokogni kezdett. Valami éles döfött az arcába, amikor felemelte a fejét. Odalentről hallották, ahogyan Moja felsikolt. Újra meg újra sikoltott, és végül Tresszánál van a kulcs, kiáltotta a királynő, és a hangja élesen szállt a semmi fölött. Koniger felé pördült. És te még azt mondtad, hogy Tess hazudik. Jönnek a bankorok, gondolta Tess. Harc nélkül nem adom meg magam. A kardjai túl messze feküdtek, hogy időben felkaphassa őket. Talán egy kővel? Lenézett, és már látta, mi fúrodott az arcába az imént. Egy apró fémtű. Tess döbbenten merett rá. Jönnek, folytatta Tressa. Előhozott egy tört, azt, amelyet Tess még a mocsárban adott neki. Talán, ha ledobjuk, vagy ha... Add ide azt, utasította a fiatalember a fegyverre bökve. Tressa kérdés nélkül odacsúsztatta a köven. Tess, ezek mindjárt... Tressa, nem engedem, hogy megszerezze, de amit tenni fogok, azzal talán az egész világ jövőjét elpusztítom. Van valami kifogásod ellene? Tressa értetlenül nézett rá, de aztán vállat vont. Nincs. Tess elmosolyodott. Nekem sincs. A tört két kézre fogva, a markolat tompa végével a tűre célzott. Ha valaki egyedülállóan nagy eltökéltséggel lesújt rá, akkor szikrákat vet. A bankorok ismét a levegőbe röppentek, de most először orr is elindult a hídon feléjük. Az Abyssos peremén ott álltak, mint a régi hősök, akik a haláluk óta egy véget nem érő háborúban viaskodtak, és haltak meg újra és újra. Tess rájött, nem akarja, hogy így legyen. Ígérnek, hogy teszel valami jót, hogy többet fogsz kihozni az életedből az öldöklésnél. Talán még nem késő. Tess az emlékezetébe idézte Brint. Nem a páni félelmet az arcán a lezuhanása előtti pillanatban, hanem a lányt, akibe beleszeretett. Mit írsz? Brint könyvének hívom, az egész világ története benne lesz. De most már biztosan nem lesz. Minden elveszett. Brint is elveszett egészen. Nem csak Tess veszített el, nem csak Relből veszett el, hanem eltűnt örökre. Ha elengedlek, sohasem látlak többé. Dehogy nem látsz, ha nem ebben az életben, majd... Miközben könnyek patakzottak az orcáján, a bankorok lecsaptak, a királynő meg hirtelen felismeréssel felsikoltott, és a sárkány küldte, hogy megállítsa. Tess, a lényében rejlő, minden erejét latba vetve, lesújtott a törmarkolattal az apró fémtűre. Robajlás, fájdalom, sötétség, a zuhanás érzése, aztán a semmi, amit ugyanúgy a végtelen semmi követett. Vége.